egy... Itt repeaterhez meg nem tudom kötni, mert... Az se jó. Hát, order ide-re prób... Jó, nézzük meg így. Hogy lassabb karokat kéne. Na mindegy, most ezt megnézzük ezzel. Szerintem ezt nem okos karral oldjuk meg. Sima... Sima butával. Mert ez viszont eléggé lassan fogja... Igen. Ja nem. Ó, bassza meg, pont hogy nem jó. Hogy egy mindig lesz benne, mondjuk. Komolyan, ki kell számoljam, hogy mennyi idő alatt ér oda az a tetves izé?
Hát ez így fasság. Ennek sincs értelme szerintem. Jó, de... Ez a gyors. Akkor azt kell egy kicsit, mondjuk mennyi? Legyen 3 másodperc. Thank you.
Szerintem ez cseréljen helyet a izével. Mert az elképzelésem az, hogy ezekből kell sok. Ugye burger bunból mindenből kettő kell, ebből kell négy. Tehát ezt lehet háromra tenni akkor. Faszt! Nem, három... Jó, szemünk 8-al. 8-at elosztjuk... négyen, akkor ez 2 másodpercenként. Többi pedig az 4 lesz. Hogy gyorsabban süti, nem? Nem ilyen szarral gondolkodunk. Mondjuk hasonló idő, mint a cheese, csak ezekből nem érkezik be időben.
váltsuk ki akkor ezt is izével. Jó lesz. Akkor mégis olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam így, nem tudom, 10-20 perc után, vagy 35 után. Csinálom, ez lehetne egy kicsit gyorsabb.
nem tudom eltalálni azt az... Azt figyelem, hogy tehát egy érzés, legalábbis én, ahogy nézzük a izét, hogy ugye mennyi fut be. Tehát most ugye éppen csinálja, és van már 3 cheese slice-unk, 2 kukpattyunk, a többiből pedig egy, illetve 2-2 kell még, a kukpattyból még ugye még egy, mert ugye 3-4 cheese slice és 2 kukpatty, hát ez tök jó. Mert eddig tök fasza. És mire elkészül? Ja, addigra már kezdi ezért. Hát igazából... Cheese slice-en egy picit gyorsan, viszont ha azt meg lejjebb veszem, egyel. Vagy hát följebb. Nézzük, hogy így mit csinál. Így meg alig van benn. Itt így följebb kell menni. Na mindig nézzük meg így. Jó, hát elvileg, hogyha ezt most itt lemásolom, vagy lekopízom, akkor az jó, nem? Szerintem az így jó. Mert ugye hibázni nem hibázott egyik sem. Na, hát akkor elvileg most már jó lesz, mert dupla annyit készítünk el. Nem hibázott egyik sem, úgyhogy a logikát követjük akkor. Még az energiafelhasználásuk az kibaszott sok lesz, de... nem biztos. Végre élő adásban, nem is tudom hány játék óta, sikerült megint kimaxolnom. Nagyon hallott a cseh, csak megjegyzésként. Hát van ilyen, hát most nem kell mindig meg ehhez igazából most nem tudtok hozzászólni. Meg én sem vagyok nagyon interaktív jelenleg itt, mert ha valamire nagyon rákoncentrálok, akkor bocsánat, akkor így nagyon
bele tudok mérni. Nyilván, hogyha brofoszozunk, vagy olyan játékot játszom, hogy tudok én is kommentálni jobban, mert nem kell annyira odafigyelni, vagy nem kell annyira gondolkodni, akkor, akkor megint mások, a ti is jobban tudtak hozzászólni, úgyhogy abszolút, abszolút nem probléma. Én kérek elnézést, hogy nem nagyon tudtam, csak már egy tizé, teljesen bezombultam, hogy most hogy fogom ezt megcsinálni, de igazából meg lett. Tehát egy 20, egy 23. Kezdjünk bele inkább a Broforce-ba. Lehet, hogy az kéne, mert ezért... Na, hát kiértékeljük, viszont nem félelt egy mílünk sem, mindegyik elkészült. 778 a 900 helyett bőven messze voltunk, még a Money-ba is benne voltunk, azt hiszem 400 ezer lett volna. Úgyhogy igazából ez így jó. Yes. Ezt elmentjük, ez... Na, ez... Merikre vagyunk Axival. igen. Igen, ugye 20... Mennyit kéne csinálni, nézzük meg. Jó, tudjátok mit? 9-ig. Ami 9, tehát 2 órás lesz a stream, ami 9-ig belefér. Oké? Okay. És 9-kor, ahogy mondtam is a... Nem most kikérdezi, József kérdezte talán, itt a Benedek. Igen, Benedek kérdezte. Jaj, nem, köszi, köszi. igen, szóval azt akartam mondani, hogy akkor még 9-ig még csináljuk. Ameddig eljutok, addig eljutok, és akkor majd legközelebb innen folytatjuk, de ma már legalább van egy pálya, amit megcsináltam, úgyhogy végülis ez már haladásnak tekinthető, és hát akkor megalapozzuk majd ezért. Sőt, az is hát fél óra alatt azért nem, de lehet, hogy sok-sok mindent el tudok majd érni. A következő fél órában meglátjuk. Annyira nem tűnik részesnek, mert ezek ismerős cuccok, mert lehet, hogy itt most majd privézed. Ó, bal meg. Na, ezt utálom a legjobb. Cheeseburger, chicken salad, meg plain hot dog, ezek igazából készen vannak. Nincs készen. Nem mentettem el, bazd meg. Ide balra, és a smart karral ő meg a izét veszi föl, mi ez a chicken, grilled chicken, így oké okay. Sőt, azt hiszem azt csináltuk, csináltam, egy nem, azt ne nyúlj hozzá. Hogy ezt beküldjük ide. Dumb. Használjuk ki mind a két inputját ennek a szarnak. Ja, chicken salátához mi kell? Lettuce-ból kell shredded lettuce. Tehát a répát kell kétszer fölvágni, és a többit pedig egyszer. Magyarul. Többit meg egyszer. Így.
azért így egyszerre, tehát így több minden kerül majd a gépbe. Ez így jó. Plain hot dog. Hot dog, hot dog. Na ezen hogy redúsz, aha. Nem baj, meg lesz ez. Ezeket azért szeretem, mondjuk az ilyen típusú pályákat, mert itt ugye a hely is kihívás. Amit egyedül nem szeretek benne, hogyha figyelni kell ugye a fogyasztást, nem az összfogyasztást, mert ugye abban már körök vagy mapok óta tök jó vagyok. Tehát tényleg, tehát ilyen több ezer wattórával kevesebbet fogyasztok, mint ami a megengedett. Hanem ugye itt most a pillanatnyi is fontos lesz, hogy mennyi az egy adott pillanatban a... És azt hiszem nem léphetjük túl, majd ugye meglátjuk, hogy mennyi, de szerintem a 40 ezer wattot. Szia Viki, szép estét! Én lájkoltam elsőre a live-ot, és utána valaki rányomott, de én voltam az első. Köszönöm szépen Arniszka, nagyon, ezért tudod mit? Sőt, mert annyira egy ilyet is kapsz. Legyen egy ilyen, és akkor a beach burger, ez nincs elkészítve. Burger bun 3, rópaty, mushroom, tomátó. Hát kezdjük onnan, hogy kell egy gép, ami ugye összeállítja majd a... Van hozzá smütyi? Nincs. Akkor egy sima assembler is elég, hogy ne fogyasszunk túl sokat. Igen. Peach Purker, igen. Na nézzük. Most a végéről kell ugye elkezdeni, hogy lássuk, hogy férünk majd bele. Azt fog oda menni. Ez így tök jó, mert így dobja ki már a végén. Tehát ennél praktikusabban ugye nem tudom megcsinálni. És közben bele kell menjen a burger bun. 3 cooked patty és grilled mushroom és tomato slice. Hát szerintem ezt így csináljuk, hogy a burger bun az jön ide. Jó, na örülök neki, nem, srácok, nem verseny, meg nincs semmilyen izé, semmilyen nyereményjáték, úgyhogy nem kell egymást most itt izélni, szekírozni, örülök neki, hogy mindannyian lájkoltátok, amúgy igazából tényleg rátok van bízva, meg mondom, semmi jelentősége amúgy nincsen, legalább nektek lehet, hogy van presztízs kérdés, de emiatt ne izé vesztetek össze, jó? Na, gyerekek, nyugodjatok le, csába. Ezt csináltam amúgy így is, hogy helytakarékosak legyünk. Left. Pum, 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 pum. És ő adja majd a burger burnt. Igen. Tomato slice. Szóval úgy van, hogy kell még most nekünk. Kell a patty. Nem, abból kell viszont egy high. A pagyból kell, mert abból sok kell. Jó. És ez meg a mushroom. És ezt akkor kiveszi majd a butakar.
Ezt is kiveszi egy mondom a butakar. Oda rakja le balra, ide erre. És innen egy okos kar veszi le. Hűte, hűte. Smart. Egy ilyen, meg egy ilyen, és ő meg erre teszi majd. És ő nem anythinget, hanem a pattyokat. Cooked pattyot. Cooked pattyot. Mindegy. Ez még max átír. Ez meg a grilled mushroom. Most ezt meg kéne ide valahogy kötni. Egy long, mert ez meg gyorsan fogja szedegetni. Balra. Hú, hát ki tudja onnan vajon venni? Mert ugye van a tomato slice, elvileg én úgy tudom, hogy ki tudja. De mindjárt kiderül, hogy ki tudja. Én. A food professzorból. Lehet, hogy nem tudja kivenni. A kurva, már, na. Hát nézzük meg, hogy itt mindegy, van egy dispenser, ez meg a tomátó. A beach burgert lehet szimulálni, nézzük meg azt. Jön a paradicsom, ezt ki tudja? Nem tudja kivenni. Jó, ja, akkor ezt odébb rakjuk. Viszont várjál csak. De akkor is odébb kell rakni. Csak akkor már... jó. Ezt oldjuk meg ilyen gyors. Nem tudom, mennyi lesz a fogyasztás, de max majd lecseréljük. Jó. Még viszont, hogy mi van akkor? Na még egyet csavarunk rajta, mit szóltok hozzá? Igazából tök mit szóltok hozzá, mert akkor is megcsinálom. Hogy így leszünk. A paradicsom az így nem nagyon fog ütközni ezzel. Ez így, hát szerintem így jobb lesz.
Ez a kettő, ez maradhat itt. Jó. Nézzük meg a, ezért egy ilyen szimulálást. Kell izé gépezett Order Reader. Azt mondja, hogy itt van 4, 5. Ez kell. Szóval van repeaterem, és ez kevesebbet fogyaszt, nem? 500 watt, 200-at, igen. Melyik ez a, ez a chicken salad, igen. Csirke. Ez mindjárt lemérjük, hogy ez mennyi ideig kell, hogy menjen. Igen. Nézzük, hogy 13 másodperc elég lesz. Elég. Pont elég szerintem. Na, itt nagyon jó. Jó. Akkor egy Order Readert rakunk ide is. Ugye azt mondja, hogy itt van mennyi összetevőnk? És van 4 összetevő. Itt is egy Order Reader meg egy Repeater kell. Ez a Beach Burger. De várjál, föl kell vágni a mushroomot, de egy hülye vagyok. Ezt...
nem tudom, ez hogy marad ki. Nem ma ezért Beachburgert akarom simulálni. Annak kell még idő. 16 mondjuk. De nem. Hát ez lehet, hogy 15. Nagyon jó. Az meg adjon, mit tudom én. Így. Mi van? Ja, de ott hülye vagyok, 18. Ja, de fasz vagyok. Csináljuk úgy, hogy... Én 15. Ja, de hülye vagyok. Más... Ja, bocsánat. Hol van a többi? Ja. Jó, és akkor marad ez. Ugye itt a hot dog. Hát ez igazából mi kell? Egy darab order reader, az pont elfér ide.